Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma hírmagazinunkat látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Testületi ülés. A rendelőintézet államnak való átadásáról, valamint a Szentendre építési szabályzat felülvizsgálatának véleményezésére bocsátásáról is tárgyalt a grémium. Közlekedés. A H5-ös hév módosított menetrend szerint jár vasárnap. Energiaital. Hazai fogyasztási szokásokról és szabályozásról nyilatkozott a Magyar Energiaital Szövetség elnöke televíziónknak. Két sürgősségi napirendet is tárgyalt szerdán az önkormányzat képviselőtestülete. Az egyik a rendelőintézet államnak való átadásáról, a másik a Szentendre építési szabályzat felülvizsgálatának véleményezésre bocsátásáról szólt. Az ülés legelején két képviselő is kérte a napirend megváltoztatását. Mint arról már tegnapi híradónkban beszámoltunk, Lárné Szaniszló Éva kérte a grémiumot, hogy tekintettel a beérkezett petícióra vegyék le a napirendről a 7. pontot, melyben szerepel a vasúti villasor és környéke forgalmi rendjének átalakítása. Zakar Ágnes pedig a 12-es napirendet tartotta előkészítetlennek. A Bogdány út 41 műemlék eladásának a napirendről levételét javaslom, a 12. napirendi pont levételét, amit előkészítetlen anyagnak tartok. Nem tudom, képviselőtársaim, hogy látják, én kérem, hogy támogassák ezt a javaslatomat, és hozzuk vissza egy másik alkalom, amikor előkészítettem. Köszönöm. Végül a testület határozatának értelmében egyik előterjesztés sem került le a napirendről. Ezt követően a sürgősségi indítványokat vették fel a napirendek közé. Majd elsőként a Szentendrei Rendőrkapitányság kapitányság vezetői beosztásának betöltésére tett javaslat, valamint körzeti megbízotti kinevezésre tett javaslat véleményezéséről szóló előterjesztést tárgyalta a grémium. Dr. Túri Kovács Áron Péter rendőr alezredes 2022. szeptember 1-től megbízott kapitányság vezetőként látja el feladatait a Szentendrei Rendőrkapitányságon. Dr. Nagy László rendőr dandártábornok tájékoztatta Szentendre város polgármesterét, hogy a Szentendrei Rendőrkapitányság kapitányság vezetői beosztásába Dr. Túri Kovács Áron Péter rendőr alezredest tervezi kinevezni április 1-i hatállyal. Tisztelt képviselő, tisztelt polgármester úr, köszönöm a lehetőséget, hogy egy pár mondatba bemutatkozhassam akkor így ebben a közegben is. Dr. Túri Kovács Áron rendőralezredes vagyok, mint elhangzott, tőzsgyökere szentendrei származású és helyi lakos is. 20 évig szolgáltam Szentendrén közrendvédelmi szakterületen, mindenféle beosztásokba a járőrtől az osztályvezetőig bezárólag, ahonnan 2 évre kerültem Ráckevei rendőrkapitányság vezetésével megbízással Ráckevére, és onnan érkeztem most vissza vezetőbeosztásba, mint kapitányságvezető a Szentendrei rendőrkapitányság élére. Mindenkit azzal, arra szeretnék megkérni, hogy akárkit, akármilyen minket érintő probléma merül fel, feszélyezi, nyugodtan lehet egyenesben, direktben, bármikor minket keresni. Mindenben állunk rendelkezésbe, amiben tudunk, abban segítünk. Polgármester úrnak már számtalanszor megbeszéltük, és elmondtam, hogy közös az érdek, közös a cél. Lehet, hogy vannak benne véleménykülönbségek egy-egy kérdéskörben, de a végén mindenki ugyanazt szeretné, hogy a városban rend legyen közbiztonságilag, a közrendvédelmi szempontból, és mi ebben abszolút nem csak, hogy partnerek vagyunk, hanem megpróbálunk erőnkön felül is mindent megtenni annak érdekében, hogy ez mindenki számára biztosított lehessen itt Szentendre város településen is, és a teljes kapitányság illetékességi területén is. Fülöp Zsolt a kapitányság vezető bemutatkozásához hozzátette, ahogy eddig is, továbbra is fontos a jó kapcsolat a városi rendészet és a rendőrség között. A polgármester még elmondta, ennek is köszönhető, hogy Szentendre jobb közbiztonsági helyzetben van, mint az országos átlag. Szentendre különleges helyzetben van. Az északi régió Pest megyének a magyar átlaghoz képest is alacsonyabban fertőzött a vagyon elleni, illetve a személy elleni bűncselekmények szempontjából. Kiegyensúlyozott a helyzet évről évre csökkenő statisztikai adatokkal, bűncselekményi rátákkal számolunk. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ezt a helyzetet gyakorlatilag csak fenntartanunk kell, tehát itt egy olyan közbiztonsági körülmény alakult ki a térségben, ami mindenki számára úgy gondolom, hogy megnyugtató kell, hogy legyen.
A rendészeti igazgatósággal napi szinten tartjuk a kapcsolatot, és működünk együtt. Vezetői és beosztotti szinten is közvetlen kapcsolatban tudunk lenni, és ki tudjuk egészíteni egymás munkáját és tevékenységét, és ez így rendben is van, én úgy gondolom. Az évek alatt szépen szétosztódott és harmonizálódott az a munkakör, ami itt a térségben keletkezik, hogy nagyjából ki melyik ponton kezdjen el beleszállni a munkába, és hol vegyük át egymásnak a tevékenységét, és ebben egy nagyon-nagyon folyamatos és szépen működő együttműködést tudunk magunk mögött is, meg tudunk most is ebben a pillanatban is. Úgyhogy ezt abszolút tudjuk garantálni, hogy a jövőben is ennek megfelelően fogunk előre haladni. Minden alkalommal el szoktam mondani, hogy a rendőrségnek a legfontosabb terméke az nyilván a közbiztonság, de a legfontosabb eszközünk, amivel oda tudunk jutni, az az információ. És ezért is hangsúlyozom azt, hogyha bárkinél bármilyen jellegű információ van, akkor nekünk az a legfontosabb, hogy mind a lakosság, mind a képviselők által ezeket hozzánk eljussanak. Nem kell szűrni, semmilyen módon nem kell ezeket átgondolni, hogy mi az, ami felesleges lehet, vagy nem lehet. Ezt majd mi csináljuk, ez már a mi szakterületünk, mi majd utána abból összegzünk, és majd utána abból levonjuk a megfelelő konzekvenciákat, és a megfelelő irányba majd elindítjuk azokat az eljárásokat, amiket el kell indítanunk. Fontos az, hogy tudjunk tehát mindenről, lehetőség szerint, ami minket érint, és ehhez kérem így a nyílt a plénumnak is a segítséget. Köszönöm. A kapitányság vezető egy kérdésre válaszolva elmondta, a Szentendrei rendőrkapitányságon a körzeti megbízottak létszáma évről évre ugyanaz, pontosan 22 fő, ebből 5-en látják el Szentendre területén feladatukat. A képviselőtestület egyhangulag elfogadta két határozati javaslatot, melyek szerint egyetért dr. Túri Kovács Áron Péter kinevezésével, valamint támogatja Szakács Tibor rendőrőrmester április 1-i hatállyal történő körzeti megbízotti kinevezését Szentendre Pannónia telepszékhellyel. Március 26-án vasárnap 8 és 18 óra között a H5-ös hív módosított menetrend szerint jár karbantartás miatt. Tájékoztatnak a mav.hiv.hu-n. A Battyány tér és Békásmegyer között a megszokottnál ritkábban 20 percenként közlekednek a vonatok. A szerelvények Csillaghegynél a Battyány tér irányú peronnál állnak meg mindkét irányban. A menetrendekért látogassanak el a bkk.hu/menetrendek weboldalra, vagy használják a Budapest Go utazástervezőt, írják a portálon. Koffeint és cukrot tartalmaznak az energiaitalok, amik 10-20 perc alatt fejtik ki hatásukat a felnőtt szervezetben. Magyarországon csak a Nébih által ellenőrzött termékeket vásárolhatnak a fogyasztók. A Magyar Energiaital Szövetség és az orvosok meghatározott mennyiségben javasolják az energiaital fogyasztást. Erről nyilatkozott dr. Csibis Sándor, a Magyar Energiaital Szövetség elnöke a TV Szentendrének. Különbséget kell tenni a sport, az energia, az üdítőital és a víz fogyasztása között, ha folyadékbevitelről van szó. Más-más módon stimulálja a testet minden folyadék. Energiát és éberséget ad a megfelelő mennyiségben fogyasztott energiaital, amiből a maximális napi adag egy egészséges felnőttnek 5 doboz a Magyar Energiaital Szövetség szerint. Az energiaital egy olyan funkcionális ital, amelynek az a rendeltetése, hogy gyorsan adjon energiát és éberséget. Olyan ez, mint egy szuper sportkocsi, aminek az a rendeltetése, hogy gyors legyen, tehát az energiaitalnak pedig az, hogy energiát és éberséget adjon sok-sok vitamin kíséretébe. Talán kevesen tudják, hogy az energiaitalt 1962-ben fedezték fel a japánok, akkor készült el az első változat, amit a mai napig is készítenek, és nagy örömmel fogyasztanak, amikor egy kis energiára és éberségre van szükségük. Az energiaitalt azoknak az egészséges felnőtteknek ajánljuk, akiknek gyorsan van szükségük energiára és éberségre. Számos receptúrában elérhetők az energiaitalok, és csak és kizárólag biztonságos összetevőket tartalmaz. Erről két helyről is biztos információt kaphatunk. Az egyik, hogy a boltok polcain van, mert ha nem lenne így, akkor a Nébih nem engedélyezni a forgalmazását. A másik pedig, hogyha levesszük a boltok polcairól, és saját szemünkkel győződünk meg azokról az összetevőkről, ami az energiaitalokban vannak. Az energiaitalt az egészséges felnőtteknek ajánljuk, gyermekeknek semmi nem ajánlott, ami koffein tartalmaz, se kávé, se energiaital, se kóla. Egyszerűen az ő szervezetük
akiknek nincs szükségük koffeinre, az ő szervezetüknek a pihentető alvás az, ami az energiát és az éberséget kell, hogy biztosítsa. El kell olvasni vásárlás előtt az energiaital összetevőit, ajánlott fogyasztási adagját. Vannak olyan tevékenységek, amikhez kifejezetten nem javasolt energiaital fogyasztása, ilyen a sport, amikor a megemelkedett pulzusszámot nem ajánlott ilyen formán is növelni. Olyan, hogy javalt, olyan sosincs, de nyilván megvan az helye, megvan az az élethelyzet, amikor az embernek kicsit több energiára van szüksége, akár lehet ez egy vizsga előtti éjszakai tanulás, akár egy 1000 kilométeres vezetés, amit muszáj időre teljesíteni. Ilyenkor nem az, hogy ajánlott, hanem hogyha az embernek nincs más választása, akkor nyilván dönthet emellett, és akkor ezt fogyaszthatja. Arra kell odafigyelni, hogy nagy tanulmányok alapján is a napi maximális bevitt felnőttnek koffeinből az ne lépje túl a 400 mg-ot hosszú távon. Gyermekben, mert gondolom ez lett volna a következő kérdés, gyermekben egyáltalán nem ajánlott, tehát ahogyan Csibi úr is elmondta, inkább az alvás, a pihenés az, ami kell nekik. Ha mégis serdülőkorban, fiatal felnőtt korban fogyasztanának, akkor ők pedig semmiképpen se lépjék túl a napi 100 mg mennyiséget. Én azt gondolom, hogy edzéshez, versenyzéshez ne fogyasszon senki energiaitalt. Egy ilyen sportoló meg pláne nem. Tehát az edzés az önmagában egy olyan fizikai megterhelés, ami megemeli annyira a pulzust meg a vérnyomást, hogy azt tovább még pluszban mindenféle más anyaggal megemelni, erre ráfejelni, az én azt gondolom, hogy senkinek nem javasolt. Úgyhogy a sportolóknak is az a legjobb, hogyha pihennek, edzenek, és úgy hozzák a legjobb formájukat. Tehát, hogy edzéshez és versenyzéshez pláne azt gondolom, hogy koffeint ne fogyasszanak. Azt szoktuk mondani, hogy mindent mértékkel. Hogyha a család többi tagja, felnőtt tagja is mértékkel, illetve a gyerekeknek átadva azt az információt, hogy ezekben mi van, ő miért fogyasztja, és hogy miért nem iszik többet, és hogy mi lenne, ha többet fogyasztana. Hogyha ezek a kommunikációk megtörténnek, és a szülő is azt mutatja, hogy ő maga mértékkel fogyaszt, és nem pedig, igyad csak, nem lesz tőle semmi bajod hozzáállással, akkor azt gondolom, hogy a gyerekekbe is át fog menni az információ. De ha valaki családtagként mértéktelenül fogyasztja, és akkor most nem csak a kávéra, vagy az energiaitalra, hanem akár az üdítőitalokra, és főleg a koffeintartalmú üdítőitalokra gondolok, akkor nem fog átmenni az az információ önmagába szavakkal, hogy fiam, te viszont tedd le. Úgyhogy a példamutatás és a mértékletesség, ez igaz az üdítőre, igaz az energiaitalra, és igaz a kávéra is. A koffein a kávéban és az energiaitalban is serkenti az agyat, ezért az energiaital fogyasztása nagy mértékben csökkentheti az Alzheimer kor kialakulásának kockázatát. Jótékony hatással van a bőrre, serkenti a hajnövekedést, és amikor rossz paszban van a fogyasztó, antidepresszáns hatása miatt segít jobb kedvre derülni, megfelelő mértékben fogyasztva. Az energiát a cukor, az éberséget a koffein adja az energiaitalban, ezért kell odafigyelni a napi mennyiségre, valamint arra, hogy gyermekek ne fogyasszák. Néhány éve vezették be azt a rendszabályt, ami szerint az iskolai büfékben sem kólát, sem energiaitalt, sem chipset nem lehet kapni, de mi úgy gondoljuk, hogy ezzel tulajdonképpen csak annyit értünk el, hogy a gyerekek most már nem az iskolai büfékbe, hanem a szomszédos boltokba veszik meg ugyanezeket a termékeket. Szövetségünknél hiszünk abba, hogy a tiltás nem vezet eredményre. Hisszük azt, hogy az edukáció és a tényszerű tájékoztatás, ami segíthet az energiaitalokkal kapcsolatban is. Ezért szeretnénk minél nagyobb energiát és lehetőségeinket kihasználva abba az irányba elindulni, amit 3 évvel ezelőtt a szövetségünk megalakulásakor kitűztünk zászlónkra, hogy hiteles információkkal segítsük a lakosságot, és valóban elmondjuk a szülőknek, gyerekeknek, mindenkinek, hogy ez az energiaital egy biztonságos élelmiszer, de gyermekeknek nem való, és felnőtteknek is mi az a mennyiség, amit aggálymentesen elfogyaszthatnak egy nap, akkor, amikor egy kis energiára, éberségre van szükségük. Folyamatosan ellenőrzi a boltok polcain lévő energiaitalokat a NÉBIH. Az energiaital a cukortól, a kellő mennyiségű koffeintől és vitaminoktól lesz energizáló hatású. Egy valódi energiaital csomagolása az aludoboz, ami 100%-ban és végtelenszer újra hasznosítható. Ennek a csomagolási módnak a használatával a gyártók nagy mértékben járulnak hozzá a körforgásos gazdasághoz, egyben földünk védelméhez. Végül a várható időjárásról. Szombatra virradóan sokfelé számíthatunk esőre, délután egyre kevesebb helyen lesz csapadék.
A nyugati északnyugati szelet élénk északon erős lökések kísérhetik. Az enyhe reggel után a maximumok néhány fokkal visszaesnek, 13-18 fok valószínű. Vasárnapra többfelé szeles, napos gomoly felhős idő körvonalazódik 13-18 fokos maximumokkal. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink röviden. A rendelőintézet államnak való átadásáról, valamint a Szentendre építési szabályzat felülvizsgálatának véleményezésre bocsátásáról is tárgyalt a grémium a szerdai testületi ülésen. Módosított menetrend szerint jár a H5-ös hév vasárnap. A hazai fogyasztási szokásokról és a szabályozásról nyilatkozott a Magyar Energiaital Szövetség elnöke televíziónknak. Ez volt mai hírmagazinunk, a Szentendre ma. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is itt a TV Szentendrén, mert hamarosan kezdődik Művészváros című magazinműsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a szentendre.media.hu/TV Szentendrén. Közösségi oldalainkon is elérhetőek vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!